Oké, Budapesten igen. Milyen fákat kerültek? Ja, igen, a kérdésed. Igen. Szóval... Tudom, hogy a kéje, a szilva, meg ültetetek a fát az árokban. Milyen szóval... fák kerüljenek a fővárosban? Szóval most pont az ötödik kerületben folyamatos faültetésben vagyunk, és alakul jövőre egy ilyen kis mini parkunk, egy ilyen pár ezer négyzetméter, ahova végre rendesen nem az utca frontra kell a fákat ültetni. Alapvetően, hogy az utcára a faültetés az úgy kell elképzelni, hogy előtte egy egyéves, másfél éves folyamat, és lényegében, mint így a spagetti szálakat, így próbáljuk a közműveket széthúzni, hogy na, ott még van másfél négyzetméter, kérek oda egy fát, ilyen. Na de most milyen jó, hogy végre ott lehet fákat ültetni, mekkora fákat kell ültetni, majd válaszolok ám, milyen fát is kell ültetni. Soha, hogy nem fog megtudni, hogy jó, mekkora fákat kell ültetni, Szabi. Alapvetően az önkormányzatok közterületre, ha lehet, akkor földadás kiszerelésű nagyméretű fákat ültetnek. Ezek valahol ilyen 20-25 cm törzs körméretű fák, amiket ugye ilyenkor termelnek ki. November az ilyenkor alatt azt jelenti, hogy miután lehult a lomja, október vége, november elejétől termelik ki, akár ki lehet szedni januárban is, el lehet ültetni januárban is, vagy márciusban, tehát a vegetáción kívüli időszakban. És ugye az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ha van pénzünk, mekkora nagy fákat lehet vásárolni, ugye ez a kérdés. És mekkorákat érdemes. A földlabdás fáknál is azért van egy határ. A József Nádor térre például oda ilyen 30-35-ös, meg 35-40-es, tehát ez iszonyatos nagy fák. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azért egy ilyen fának 500, 600, 800 kiló, 200, 300 kiló, tehát ilyen súlyú földlabdája van, ami ugye benne van egy utaszövetben, és rajta van egy ilyen drótháló, be van gyolcsolva a törzsre, és általában egy valamilyen erőgép emeli le, tehát valamilyen kis mini daru, vagy nem is annyira mini daru. Vannak nagy nyugat-európai faiskolák, hogy rendesen markológépek dolgoznak, és ezek a markológépek emelgetik ezeket a fákat, hogy a törzsökre kell nagyon vigyázni. A helyzet az, hogy egyre több település, és most egy picit ugorjunk ki Magyarországból, tehát hogy Európában, a nyugat-európai önkormányzatok azok főleg azért, mert tudatosan dolgoznak, a kelet-európaiak vagy a még keletebbre lévők azok pedig azért, mert nagyon szeretik megmutatni, hogyha van pénzük, és itt ugye ukrán milliárdosokra is gondolunk meg mindenkire, akik vásárlói ezeknek az iszonyatosan nagy fáknak. Tehát tulajdonképpen azokat, amiket a városokban látunk, ezeket a nagyméretű fákat, amiket általában egy daruval emelnek be a helyükre novembertől márciusig, ennél még van egy még nagyobb kategória. És most egészen közel kerültünk ahhoz, hogy Magyarországon először, Budapesten, először, az ötödik kerületben, először, egy év múlva, talán ha minden összejön, nem megígérve, de azon dolgozva, ilyen extra méretű fa is bekerüljön.